istörik, ott is szakad, sose félünk gyárakat. A világ egy végigmondta, moly, tanés, bor összeadta. Polcsomája, holdani kár, célna után szakad munkát. 1817. március 2-án látta meg a napvilágot a magyar irodalom kiemelkedő személyisége, a Bonyhádi Gimnázium névadója Arany János. Az évforduló napja ünnepség az Aranygimiben, ahol átadják a költődől elnevezett díjat és az osztályok között szellemi vetélkedőt rendeznek már évek óta. Amikor az Aranygimnázium megnyitotta kapuit, sokan legyintettek és nem jósoltak nagy jövőt az intézménynek. Ennek több mint 10 esztendeje, mondta Steiner Krisztián intézményvezető. A Bonyhádi Általános Iskolában 2009 óta működik a gimnáziumi képzés, és annak ellenére, hogy sokan nem hittek bennünk, mi fölépítettünk egy olyan képzést, amely most már ott tart, hogy sok tanulónk egyetemen van, főiskolán van, orvosi egyetemen végeztek, jogi egyetemen végeztek, és amire külön büszke vagyok, hogy itt olyan tanulók is megállják a helyüket, akikről sokan talán lemondtak, akiknek nagy életpályát nem jósoltak, és itt ez a kis családias közösség, ez úgy föl tudja őket karolni, hogy kihozzuk belőlük a maximumot. Ez a legfontosabb szerintem, és elég jó visszajelzéseink is vannak az elmúlt időszakról. Az elmúlt idők hagyománya az Aranynap is, melynek keretében felidézik a költő élettörténetét, munkásságát. Fontosak ezek a pillanatok, hisz csak annak a közösségnek lehet biztató jövőképe, amely tisztában van múltjával, őrzi és ápolja a hagyományait. Minden sikeres változás, minden forradalmi újítás csak szilárd alapokra épülve valósulhat meg. A múltat végképp eltörölni akaró gondolkodás soha nem hoz tartós eredményt. Elődeink, tapasztalatai, eredményei és gondolatai mindig visszaköszönnek a jelenben, és tudat alatt mindig hatással vannak életünkre. Ahogy a beszédemben is fogalmaztam, én azt gondolom, hogy egy intézmény csak akkor lehet sikeres, hogyha van egy összekötő kapocs, egy közös gyökér, aminek az értékeibe kapaszkodva tudjuk a jövőt felépíteni. Ez nálunk Arany János és szellemisége. Korábban egy általános iskola is Arany János nevét viselte, az átszervezést követően pedig a gimnázium viszi tovább a nevet és azt a szellemiséget, és én úgy gondolom, hogy ez a törekvés ez a következő időszakra is kötelező erő számunkra. Nem egy ilyen oktató-tanító gépezet vagyunk, hanem fontos, hogy személyesen ismerik a tanulókat, és egy ilyen személyes odafordulással tartsák meg az órákat a pedagógusok. Tehát az oktatás jóval több, mint az, hogy az iskolában eltöltünk 5-ször, 6-szor, 7-szer 45 perceket. Az évben az iskola alapítványa, amely stílszerűen a bontakozó tehetségek nevet viseli, minden esztendőben pályázatot hirdet a 9. osztályosok részére. A kiírásban foglaltak szerint a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó veheti át az aranydíjat. Ebben az évben is megszületett az eredmény, és aki az alapítvány díját kapja, és egyben az azzal járó pénzjutalmat, az nem más, mint Juhász Barnabás. Kérem, hogy éljük. Barnabás azt mondja, őt is meglepte az eredmény, de nagyon örül, és inspirálóan hat majd rá. Büszke vagyok rá, hogy ennyit tanultam a dolgozatokra, és... Ad egyfajta lökést? Igen, igen, adott egy ilyen lökést, hogy többet tanuljak még, hogy még jobb legyek. Megérte tanulni. Az iskolai ünnepséget az emléktábla megkoszorúzása követte, majd ezután a csapatok egyen mezbe öltözve vágtak neki a vetélkedésnek. Harci Pockok csapata egy feladatlapot kap, amin található egészen pontosan 15 kérdés, ABCD válasz lehetőségekkel. Üljetek össze ide egy csomóba, és ezt kellene megválaszolnotok, nagyjából 15 percetre. A vetélkedés szintén hagyományos, alapvetően Arany János életéhez kapcsolódik, de mellette több ilyen kreatív foglalkozás, játékos vetélkedő van, időnként sporttal kiegészítve. Minden évben az alap ugyanaz, de egy kicsit mindig változtatunk, hogy a gyerekek nem a megszokott dolgokkal találkozzanak. Ez a nap Arany János szellemében zajlik. A tapasztalat az, hogy a vetélkedőn keresztül megszerzett tudás jól kiegészíti a tananyag szerinti elvártakat, és az itt végzett gyerekek úgy mennek el, hogy talán valamivel többet tudnak Arany Jánosról.